A szentmise végén a főpásztor megáldotta a Caritas 8 intézményének adventi koszorúját. Ezt követően Szent Erzsébetről, a feleségről tartott előadást. Ő szerelmét teljesen a férjének adta. Ezt ő máshol már megosztani nem tudta, nem is akarta. Az ünnepségre összegyűltek a segélyszervezet önkéntes munkatársai. A katolikus Caritas Caritas Hungarica díjjal ismeri el évről évre azoknak a munkáját, akik hosszú évek óta szolgálják a rászoruló beteg embereket. Ebben az esztendőben az egyházmegyéből 3-an kapták meg az országos elismerést. Varga Károlyné nélkül a Caritas nyári tábora elképzelhetetlen lenne. Amit tettem, azt a szívemből teszem, és azért... A gyereket nagyon szerettem, és ezért kijártam a táborba is. Különben már mióta megkezdődött a Caritas, azóta tagja vagyok, és szerettem a falut, mat, és a rám bizottakat is próbálom egy kicsit egyengetni. Díjat kapott a betegellátó csoportban tevékenykedő Bodorkós Ferencné, aki 19 éve végzi áldozatos munkáját. Az egyházközségi képviselőtestületből ezt a megbízatást kaptam, hogy szedjem össze egy ilyen csoportot a szeretett szolgálatra, és igaziból akkor nem tudtam, hogy ez mit is jelent, és később döbbentem rá, hogy bizony mennyi nehézséggel, mennyi lemondással jár, de mindig megkaptam azt a löketet, hogy következett a feladat. Jutalmazták Horváth Sándornét, a zalaegerszegi Caritas csoport vezetőjét is. Köszöntötték azokat, akik az árvízkárosultak megsegítésében vettek részt. Az év vállalkozója pedig idén Drágy Zoltán lett. Neki köszönhetően pályázat útján mintegy 30 millió forintot nyert a Caritas. A segélyszervezet az összeget 74 település rászorulói között osztotta szét.